Na csácsumi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, már annyira megfügtem ezt a játékot, hogy már indítom is egyből, reggel van és már rá akarok halni, rá akarok függeni. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fogja sikerre vinni ezt a vetést ez a gépecske. Ugye most már azon dolgozunk, amit én... Vajja, nem jó. Nem jó. Kicsit szélesebben kell menni, mert úgy látom, hogy itt a széle az jó el vagy se szerintve. Arra kíváncsi leszek, hogy sikerül-e levetnie. Levetkőznie dolgokat. Mennyi? Ja, ez így jó lesz. Nézzük meg akkor még mi történik. Ja, ott ez van. Itt meg már egyes föld ugye növekedik. Sőt, az egyes föld növekedik, akkor ezt lehet, hogy bele is fogok pörgetni. Akkor hadd nőjön meg teljesen, közben ránézünk majd arra. És ugye itt értünk el arra a szintre, hogy most már folyamatosan fogjuk termelni a pénzt. Mint az állat. Ugye annyit mindig pörgetni kell az időbe. Úgyhogy itt a földed van, akkor kevesebbet kell pörgetni értelemszerűen. Már csak annyi változik, ugye. Szépen csinál, kíváncsi vagyok a végén mit fog művelni. Ezt a traktort, ezt meg elvisszük. És annyit csinálunk vele. Folyamatosan ezt nézegetni kell. Annyit csinálunk ezzel a traktorral. Lerakjuk róla zekét. És akkor megyünk az egyes földhöz, és ezután már ez a traktor ez nem fog mást végezni, mint hordani fogja a takarmányt. Nem a takarmányt, hanem a terményt. Bocs, hogy néha ránézek, de muszáj. Ja, most már nagyon be fog indulni itt a dolog. Oké. Meg kéne jegyeznem, a következőnél jobbra kéne menni, ezután lévőnél. Előzzünk gyerekek a traktorral. Közben esetleg még bérmunkát is vállaltok, bár az nem szoktam preferálni, hogy én azt csináljam. Még mindig nem. Ó, hát itt ez nagyon jó, ez a fordulási zóna. Másik oldalon is van fordulási zóna. Neki hagyva is, akkor emiatt ugye tök jó lesz. Nézzük. Marra gyorsan az egyeshez, ugye egész végig menni kell, és akkor oda fogunk kijutni. Hát a hidon, hát jó sokáig kell még menni. Nézzük. Bocs, hogy mindig ráváltogatok, de hatékony akarok lenni, fölöslegesen nem akarok pörgetni, ezzel is csesztük, hogy annyit bepörgettem. Ez micsoda, oda nézett ki, ilyen vaskerítéssel van be bomba. Ez igen, itt a 9-es alatti, ezt is például el tudnám magamnak ugye szervózni, tudnék ugye szántani rajt. Ha még ránézünk, mindig nem, ne szórakozzál. Ha is mivel pörgetjük az időt, már ott nő. Mi a dolog? Ugye rálátunk úgyis, mert oda fogunk érni. Gyerekek, ez nagyon izé. Azt néztem, hogy nincs semmi korlát, simán le lehet. Pont cukorgirépát akar venni, ami nincsen. Egyébként emiatt érdemes, hogyha nagyon nem akarsz gyorsan pénzt csinálni, akkor néha érdemes elrakni a terményeket, ugye. Mert lehet, hogy pont most összeszednénk ugye a repcét, lehet, hogy pont be fog dobni egy olyan küldetést, úgymond, hogy ő repcét akar venni jó áron. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy beordom a silóba, most tök mindegy, mikor adjuk el, akkor kell adni mindig, amikor magas az ára, ugye? Jó, még nem éred be. Ezt az ekét egyelőre ide rakom. Nagyon csúnya dolog, tudom. Ott van a pótom. És akkor behordok silóba szerintem. És akkor esetleg hát, ha mázling van, akkor bedob valami küldit. Vagy pedig az lesz, hogy amikor legjobb áron majd, akkor fogjuk megpróbálni eladni. De azt megvárom, hogy beérjen. Igen, nagyon szépen csinálja a gyerekek, le a kalappal, tök jó.
ezt így meg fogja tudni csinálni leginkább, hát ott a szélén lehet probléma, hogyha már nem tud teljesen visszafordulni. Úgyhogy jó lesz az. Viszont ezt a kombányt ezt mindenképp megvárjuk. Tudja indítani. Na játok, ebben van cucc. Ohohoho. Ebben van cucc. Ezt nem is figyeltem. Ugorjunk át itt a kocsirudon. Úgyhogy. Na, érjen már be, érjen már be. De nem hiszem, hogy nem érik be. Most már utolsó stádiumban van. Oké. Levettük az időt. Ez meg kifogy, és akkor ha. És akkor már mehet is. Ezt szépen csinálja, jól van. Amíg learadt, addig talán el is vett, és akkor utána ugye megint vetésforgó lesz, megint vissza kell, ide, a kombányt át kell vinni oda. Ugye amíg pörgetjük az időt, az úgy kell időzíteni, hogy jó legyen. Erre is, erre kell lemenni. És akkor most nem adunk el, gyerekek, most nem adunk el, hanem behordjuk akkor. Bár ránézhetek, hogy mennyibe fáj, mennyibe megy a dolog. Babocska szarul el, úgyhogy az lesz, hogy bevisszük, gyereket. Bevisszük. Tudom, a legelső részben egy kicsit elcsesztem ugye az árakat, most már ezután jobban fogunk figyelni rá. Viszont azt akarom csinálni, hogy beviszem. Berakjuk Silóba, az nekünk nagyon jó lesz. Lassan megjegyezzük ugye, hogy merre kell menni. Ezt nem kell mindig térképezgetni. Jöö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 
valami, amit nem nagyon szeret. Ti hogy szoktatok menni autóval, aki autórövedet? Inkább sáv mellett, vagy inkább célül? Melyik a? Hát hogyha forgalom, már mint úgy értem, ha jön szembe valami, meg gondolom, hogy nem, akkor így. Mint ahogy én. Lol. Gyerekek, bevágtatunk. És lehet, hogy azt fogom csinálni, viszont a másik izét is. Másik pótot is. Mert miért ne? Nem baj, ha ott van, itt nem kell lennie. Később veszünk nagyobb pótot. Ugye most akkor ne tévesszem meg benneteket, hogy mennyi pénzünk van. Mert ugye... most éppen gyűjtés van. Próbáltam nagyon menően rátolatni így. Pedig szerintem el is éri, mi a faszban? Hó! Gyerekek, ezért ne tolassa be az meg izé nélkül. Segéd nélkül, most őszintén, mi volt ez? Szerintem nem érzem, hogy nem lát, nem az, hogy nem érzed, nem látod, hogy hol van a pót. Kicsit izé, 3 méter odébb volt. Jó, mehetünk. Fain. Megnéztük, most sokan gondoltátok, oha, biztos nincs is fönt. De hát ott látni, hogy ott jobb oldalt alul ugye. Megyünk ugye az aratáshoz. Vissza, most csak próbálok teljesen, hát igazából nem nehéz térkép nélkül, mert annyi az egész, hogy ugye itt egy jobb kanyart kell venni a híd után. És már is ott vagyunk az egyesen.
amíg itt learat, addig ugye a másik vet, és akkor lehet így cserélni megint. Gyerekek, egy pénztermelésen. Hát amit most bevittem jó áron eladva, az ugye 45 ezeret ért. 270 ezerbe kerül a 21-es, ami ugye a 20-as, 21B alatt van. Ez úgy nekünk nagyon jó lesz. Mert szerintem már lassan telik is. Jó, hátsóba is megy, mindenhova megy. Ezt a két földet meg nézzétek, mekkora rés van közte. Majdnem akkora, mint egy ötöd föld. Szóval azt kell majd csinálni, hogy összeszántjuk. Hogyha megvesszük esetleg a földtelévőt, hát a földtelévő az valami marra nagy 19-es. Úgyhogy az, hát a még 8-as, 7-est figyeljétek, azt mindenképp szántari össze. Ilyeneket. 4-es, 5-ös egymás mellett lévőket, azt vétek nem összeszántani. Megnézem közbe. Na, hát... Ez már tovább tart egy kicsit, mivel ugye ez nem kicsi föld. Meg hát egy nagyobb, eresebb traktor kéreztem, 9-el húzna a vetőt. De hát nincs pénzünk rá sajnos. Hú, erre izét is lehet. Most nézem, homlokrakodót, jó az. Jó, hát csinálja. Most van körülbelül találni, a zöld területet is nézzétek, akkor egy ilyen majdnem felénél. Az aratással hamarabb fog végezni, de ez nem is baj, mivel akkor addig gyorsan át tudunk küttyenni a túloldalra, ugye. Hát nagyon messze van a kettő egymástól. Ez baj. 21-es. 21-es, meg a 9-est is jól. Figyeljétek, a 9-es lehet, hogy meg kéne bennünk most. Ez tök közel van. Ez az valami nagyon olcsó lesz. Na mindegy. Meg a tempomatját belövöm 9-re, mert látom, hogy annyival... annyival hajt. Ebből bele is fér szerintem az egész. Sajnos szabad gépünk nincsen, úgyhogy mást most nagyon nem tudunk csinálni. Várjatok, miért ne tudnék? Ugye most van egy kis időm. Ilyenkor ki kell használni, gyerekek. Le kell nyomni olyan földnek a zárát, amelyiket meg akarod venni. Szóval úgy 21-es megnézzük. Látogatás és nyomunk egy erret. Mit akar adni nekünk? Nincs küldetés. Ó, hogy rohagy meg. Mennyit adni érte? Betakarítás 10 000-et ad, indítás. Hát már nyomjuk is. Addig végzünk talán. Hűha! Nem... ja. Nem valami nagy kombájn. Mindegy, csináljuk. Nyomjuk neki. Kapunk érte 10 000-et csak úgy. Az kb. Annyi, mint egy ilyen 24 órás intervallumban az összes bérmunkásnak a zára. Úgyhogy az nem rossz, meg a 9-esnek ugye nyomjuk le az árat, akkor minél több munkád válasz, annál inkább annál inkább ugye olcsóbb lesz. Na hát addig szerintem ugye ez körülbelül amire mi végzünk, addig végez ugye az aratással és a vetéssel is. A vetéssel nem biztos, de az aratástól akkor át tudjuk hozni majd a kombányt. És a kombány az lassabban ér át, mint a traktor, tehát hogy pont egálba vagyunk. És ilyen helyeken én úgy szoktam, hogy akkor inkább menjünk körbe. Ugye valamivel gyorsabb lesz.
Bár pont nem így megy körbe egy kombájn, ugye? Mi a hiba ebbe? Ebbe a körbe-körbe aratásba. Nagyon nagy hiba. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e? Most írjátok meg, hogy mi a nagy hiba ebbe a körbe aratásba. A legnagyobb hiba. Lehet, hogy van más is, de van egy ordinári nagy szarvas hiba, ahogy én most itt csinálom. Mert van olyan, hogy körbearadsz, nincs ez a semmi probléma. De mi? Görgessetek le nyugodtan, addig én elmegyek. A legvégéig amíg elmegyek, addig írjátok le, jó? Telefon is esetleg nyissátok meg a csetet, addig nem is csinálok semmit, csak itt megyek egy is egyenesen. A végéig akkor hagyok időt, és akkor megmondom, hogy mi a nagy hiba benne. Nagyon kíváncsi vagyok, főleg azok olyan embereknek, akik tényleg régóta követnek, meg nagy mezőgazdasági szakértők. Van egy-két ember olyan, ugye? Hát ők egyből kiszúrják. Kíváncsi vagyok, hogy az átlag, hogy mennyi rosszat írtok. Na, de most tényleg. És ne töröljétek ki, jó, hogyha rosszat írtatok, mert hát most az nem gáz. Mindig tanul az ember, én is úgy tanultam meg. Na, akkor mondom, hogy mi a hiba ebbe. Az, hogy ugye a cső, ugye rossz oldalon van, mindig úgy kell, hogy a külső oldalon kéne körbe, úgy kéne menni, hogy külső oldalon van, hogy akkor üríteni lehessen a kombányból menet közben is. Tehát pont fordítva. Mert ugye, hogyha most így üríteni akarnának traktorra mellettem, vagy akármivel, akkor tipornák le a gabonát. És amikor nagyon rövid szokott lenni a rövid oldal egy ilyen fölni, akkor azt szoktam, hogy inkább átmegyek a túloldalra mindig. Itt a végét már ugye nem aratom, hanem akkor mindig átrohanok a másik oldalra, és úgy. Tehát most ez teljesen hibás, ugye, mert tényleg rossz oldalon van a cső. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok, bár még elég hosszú az oldal. Mármint, hogy szoktam, hogy érdemes szerintem. Nem érdemes itt ezt a rövid oldalt már annyira nyírni, hogy főleg ha nagyon rövid, még azért már még érdemes lenne, de figyeld így. Annyit csinálsz, hogy... És akkor ugye így szűkíted egyre jobban ezt a teret, amit éppen itt nyírsz. Nyírsz? Miért mondom nyírásnak mindig? Ne sosem mondtam nyírást! Nem birka ez. Szerintem az aratás az kb. Most végzett. Ilyenkor látni a... Ott az aljelű. Még fordul? Még mozgásban van? Na, még mozgásban van, azt szerintem, nem? Még végzett? A D-jelű az biztos, hogy nem végzett. A D-jelű az ott megy. Hogy mi van, ilyenkor megállnak? Ne szórakozz el. Nem. Jó, még mindig arat is a izé. Szerintem még mindig megy az aratás is, úgyhogy nem késünk le semmiről. Ez egy ilyen plusz pénz nekünk. Nézd meg az aratás, most megy az utolsó csikon, bal oldalt alul. Ugye az egyesen, most megy az utolsó csikon az arató, a combine. A D-jelű az meg egyértelműen még van neki jó pár sor. Az aljelű az most fog végezni. Most végzett az aljelű, ugye. Ki is aludt, hogy munkásként funkcionál, hanem ugye végzett. Próbálok gyors lenni. Még szerintem hány kör? Még egy-két kör. Mármint teljes kör, és akkor meg is vagyunk. Mert ugye akkor az négy csík.
Azt akkor mehetünk vissza. Jaj! Ez a véletlenül, B-t nyomtam, nem azt akartam. Nézem a D-jelű, hát a D-jelűnek még van legalább. Nem olyan sokám, egy csík szerintem. Egyszer végigér, meg egyszer még egyszer, és akkor meg is van ő is. Ha nagyon keveset elhagysz, az még belefér egyébként így a bérmunkába. Nem kell 100%-ra aratni. Hagyhatsz el. Jó, ez a bérmunkába. 9-esen érdemes bérmunkázni. Mert azt lehet, hogy meg is fogom menni. A 21-es meg a 9-esnek a bérmunkáit fogom csinálni. Fogom figyelgetni. Igazából már tudnék most csinálni mit, ugye át tudnám hozni a kombányt, annyit tudnék csinálni egyik helyről a másikra, de hát még semmiképpen nem vesztek időt, mert még ugye nem tudnám elindítani, mert ugye még nem vetette el a fúszer. Még egy kis belső nézetet? Nem megyek belső nézetet, mert gyorsan akarom csinálni, így meg lehet, hogy kihagyom. Ilyesmik előfordulnak. A D most megy szerintem utoljára arra fele. És visszafele lehet, hogy már nem is fog jönni. Jó, jó. Csináljuk. Szerintem még egy kör. Még egy körrel megtellik. Ugye azt mondtam, hogy két kör, egy körrel ezelőtt. És ezen kívül most itt kiérek, és még egy kört megyek, meg lesz. Körülbelül. Ugye ha nem kell 100%-ra aratni, talán még annyit elvisel, annyi, bemenne lesz a tűrés határba. Hogy itt középen marad egy csík, de nem biztos. Egyébként szépen aratunk, büszke vagyok magamra. Egy-két helyen elhagytuk ugye a kapkodás miatt, de amúgy ez a módszer ez egész kellemes. Ugye ilyenkor fölösleges ugye rövid oldalakat aratni, hanem érdemes így átrohanni egyik oldalon a másikra, mert ugye túl sokat kell akkor már tolatni. Még túl sokat kell forgolódni. Most itt learatnám a rövid oldalt, utána megint fordulni kéne 2 méter után, sem értelme. Hát, lehet, hogy nem fogja megadni így. Lehet, hogy még fel kell jönni azon a csikon. Bár aztán megadhatja ám. Ránézzük a kizére, D-jelűre. Hát jön vissza a D-jelű. Nem tudom azt, hogy van ott. Ez meg éppen majdnem meg lesz. Még egyszer, mégis vissza kell fordulni, úgy látom. De nem teljesen egész végig. Nem kell jönni teljesen. Jobb voltunk, Franco mindjárt meg is adja. Na, oké, megvan. Oké, kaptunk 10 000-et. Időbónusz 3 000, 13 000-et kaptunk, nagyon jó voltunk, nagyon jó. Na nézzük, nekünk még mindenképpen vissza kell még egyszer menni. Akkor hozhatjuk a kombányt, annyit csinálunk bele. Gyűrítünk egyet, nagyon gyorsan. Traktor fölött be tudjuk lógatni addig, ez vicces lenne. Ha nem. Gyűrítünk. Akkor jövünk bele.
Jó, az egyszer még visszamegy, meg még egyszer vissza kell jönnie, csak azt nem fogja tudni saját maga megoldani, hanem segítséggel fogom tudni megoldani. Vissza is csukjuk mindent, és akkor megyünk a másik földre. Jaj, de jó, végre megindul a termelés két földön, ennek nagyon tudok örülni. Ezt meg kell éreznem, mert itt átmenni, ugye, ja, egész végig egyenesen. Egész végig egyenesen, és balra. Balra a legutolsó, hát a 9-es föld mellett balra. Ez marha sokáig fog tartani sajnos. Ez probléma, ugye. Sajnos nincs normális trailer a játékba, amin ezeket a nagy gépeket lehet vinni. Hát ez 20-szal sajnos, 20-szal tud közlekedni. Azért kellene megvenni ugye a 21-est. Akkor 21-21B-vel. 21-es 21B-vel tudnánk együtt dolgozni. Ha mindegy tempomat azt adjál neki. Jó, hosszú út, lehet nézelődni közben. Addig végez a izé. D-jelű. Végigér, utána valószínűleg igazítani kell rajt. Látjátok, a D-jelű most fog kiérni, addig nem váltok rá, hogyha éppen elakad, vagy bármi történik vele, akkor ráváltok, és akkor megcsinálom. De ez pont így ideális, mert ugye még várni is kell a kombájnnal, amíg érni fog. Ugye még vissza kell jönnünk a D-jelűvel nagyon gyorsan, meg kell vettetni ezt is. Igen, mind a kettő így menni fog. Igen, úgy kell ugye, hogy amíg egyik arat, a másik vessen. És ez így menjen. És most végzett. Ugye ő úgy érzékeli, hogy végzett, de itt még van nekünk egy csikunk, azon megpróbáljuk végig küldeni. Már legyen ez, de ezt a csikot lehet, hogy azt fogom csinálni. Hát ezt nem is akarja. Nem akarja levetni, nem is baj. Mehetünk a túloldalra. Ja, jó van gyerekek, annyi, hogy igen, nem akarjam levetni azt már, azt le fogom hengerelni mindenképp ott azt a csikot, de most teljesen felesleges lehengerelnem. Hát, hogy meg kéne csinálnom, mert akkor meg ugye mindig ez lesz. Mindig ez lesz. Ezt a csikot le kéne hengerelni. Gyerekek, kis időveszteség, bocs, de ezt meg kéne csinálnom. Veszünk egy hengert. Pont útbe esik, ugye? Nem tudjuk felakasztani a pótkocsi után? Már nincs, csak addig, hogy elvontassuk. Ugye az egyestel jövünk, akkor a boltot útbe ejtenénk, ott van a bolt, és akkor lehoznánk a 21-eshez. Ezért nem akarom. Ezt az egyes földet szerintem ott fogom hagyni. Hanem ott, itt fogok terjeszkedni. A 21-es, 10-es, 9-es, ugye a 21B, és 13, 12, 11, azokat kellene erőltetnem. Meg hát itt is van a 9-es alatt, figyel egy ilyen nagy. Amit ezt is be tudnám szántani. Hát ott meg a 8-es, hát itt ezt a környéket, ezt kellene itt erőltetni. Itt a 9-es, és ott van, várjátok, vágjunk át már a 9-esen. És akkor oda kell mennünk, ott látjátok, ott a 21-es. Ja, ez a 9-est meg kéne vennem. Erősen filózok rajt. Szerintem lenne is annyi manim. Ugye? És akkor az egyes helyett a 9-eset dolgoznánk addig. Nem, az egyest ott hagyom. Az egyest ott hagyom. Nem érdemes ott szarakodnom az egyessel. Nagyon nagy az időveszteség, amire átérek. Ez mennyibe kerül? 89, ez a gyerekek, ezt meg is vettük. Nincs most nálam annyi. El kell adnom ugye a cuccot. Itt is van egy kisebb föld, látod? De figyeld, 9-es fölött, amit szánthatnék.
Meg hát a 21-es az nagy. Itt egy ilyen föld. Ott, ez. Elég amorf formája van, ezt nem biztos, hogy érdemes. Legszívesen már 21-esre gyűjtenénk. Ha vetést forgóba tudnám csinálni, akkor a 9-est és a 21B-t. Az 1-es meg ott hagynám a francba. Nagyon sokáig tart arra szorogni. De az 1-esre meg csak azért nem veszek egy kombányt. Többen arra gondoltatok, vegyek rá egy külön kombányt, nem veszek rá. Okay. Ezzel megyünk át. Közben időgyorsítás. Hogy érjen be ez a föld. És akkor lehengereljük ezt a csikot itt. Visszafele hozunk, ugye át kell jönnünk mindenképpen a cuccal, a szállítójárművel. Közben nézni kell ugye az árakat, hát egy csomó mindenre kell figyelni. Itt érdemes hardvágni. Ez ugye megyünk az 1-esre, egyelőre. Ha még nincs más, hát az 1-es, érdemes gyerekek, érdemes az 1-esre átmennünk? Érdemes? Vagy legyen a 9-es vetésforgóba, 1-est ott hagyjuk? Gondolkodok. Kár, hogy nem lehet eladni ugye a földet. Lehet, hogy a 9-es lesz vetésforgóba. Az lesz gyerekek. Én az 1-est ott hagytam. Sajnálom 1-es, de nagyon kiesel. Nagyon kiesel. Közben nézzük meg az árakat. Bab emelkedik Old Green Store-ba. Az Old Green Store az meg ott van fönt. Jó, elindulunk arra. 15 000, 3 000 fölmegy kb. Igen, akkor meg tudjuk verni a 9-est. Az lesz gyerekek. Vagy pedig gyűjtsünk. Én nem tudom, nem tudom. Megállt. Megállt. Mindegy, vigyük el. Közben nézzük az árat majd. Ott van fönt Old Grain Store, ugye? Nincs messze. 2800, nem rossz ár. 2800 beladjuk. És akkor van még egyszer 15 000-ünk, ugye, raktárba, azt meg akkor, ugye az megint, hát igen, gyűjtünk a 21-esre, gyerekek. Az lesz, nem veszek 9-eset, gyűjtök a 21-esre. 21-21B, az a kettővel mehet normális vetésforgóba, 9-es az nem pedi le. Nem lenne jó. Még egyszer ránézünk. Jó, most stagnál. 2800 beladjuk a babot. És az 1-est ezt meg elhagyjuk. Az 1-est azt nem tudom, beültetjük fával, vagy valamit majd kitalálunk rá. Valami olyan dologra fogjuk használni, ami... Ha, meg esetleg, hogyha ezt meg tudjuk verni itt mellette lévő földet, ezt a 19-est. Ha itt tartunk, akkor ugye majd jó lesz nekünk, de most egyelőre nekem nagyon nem jó. Ránézzünk még. Ugyanannyi jól van, gyerekek, ugyanannyi. Összeszerünk 270 000-et. 21-esre, nem tökölünk pici földekkel. Nem annyira veszélyesen nehéz ezt összeszedni, főleg, hogyha megindul 21B, azért az elég nagy lesz. Elég nagy föld. Közben ránézek. Sőt, ezt be is állítom már magamnak. Indulásra készen. Közben kéne ide hozni egy hengert, lehúzni azt a sarkát.
fölöslegesen ott nálam. Hát végül is annak sok értelme nincs, hogy lehengerelem, de majd azért majd lefogom. Na, ez egy jó föld lett, és gyakorlatilag gyerekek, csináltunk egy free, egy ilyen hatalmas nagy földet ugye, ami olyan 200 ezeret ér, vagy többet. Ezen fogunk tovább munkálkodni, az egyest meghagyjuk is a francba. Ez a durci. Jó. Ez addig ugye itt is kell hagynunk a vetőt, mert majd a 21-esen fogunk dolgozni. Meg a 21-b-n. A következő van, megyünk ugye a 21B-hez, és oda megpróbálunk vinni akkor egy hengert, ha már egyszer. Mennyibe kerül a henger? Nézzük, na meg. Szóval van egyébnél? Sok ez. Sőt, azt szerintem föl is tudom ankasztani majd a pót után. Úgyhogy ilyen boltot úgy beejtjük, lemegyünk. Úgyis a bolt mellett megyünk el. Ez itt micsoda? Ott egy ilyen dinner, az a tipikus. Lehet eladni valamit, vagy mi van ott? Semmi. Csak egy ilyen bizony kajálda, lol. Jó, hát reggelni előbb biztos nem érik be a bab. Ugye babot azért érdemes vetni. Nem olyan jó hozama van, mint a repcevek a babnak, nem olyan jó hozama van, mint a búzának, csak ugye, hogyha sok a hozam és olcsó, akkor sokat kell fordulnod, sokat kell ürítened, több gyorsabban kell ürítened, de viszont a bab az gyakorlatilag... ugye oké, hogy kevesebb, viszont ér annyit, mint a sok búza. Meg még ráadásul nem kell annyit szenvedned vele. Na, megvesszük azt a hengert. Remélem, hogy főszín, de jó. Jó, sárga, van sárlás. Jó lenne, fel tudnám kapni ezért a pótra. Hú, de ezzel hogy fogok én rátolatni, azt nem tudom. Ja nem, ez 3 pontos, és öj, az anyád úristenek. Azt hittem, hogy csak ilyen mondatható. Na, gyorsan. Tök jó, nagyon meg van csinálva, de már tetszik. Ez meg egy fűrésztelep volt, pont azt néztem, úgy néz ki, mint egy fűrésztelep. És tényleg úgy néz ki, mint egy fűrésztelep. Ez a henger, ez hát mondhatni, hogy ugye ez nem volt egy nagy üzlet, hogy megvegyem, mert igazából tök fölösleges lehengerelni, mert hát ott maradhatott volna az, mondhatnátok, de hát én szeretem azt is, hogyha valami szépen meg van csinálva, igényesen. A portkocsiért meg ugye vissza tudjuk ugratni majd ezt a traktort, nem is kell visszajönnem. De amikor már kiérünk a sziklától, akkor azt kell csinálni, azt néztem, hogy itt egyből így levágunk 9-es fele. Szépen elhúzunk a kaktuszok között. Ezt hengerelünk. Nézzük, meg itt is be kell kapcsolni a... Nem. Henger leeresztés, annyit lehet kell csinálni csak. Regge van. Kiki nyugalomba. Nem így éneklik ezt. A szép belsikét. Ismerjük már az útvonalakat, mi? Ott az a csík az már be van érve, tudom, de be akarom éretni az egészet. Mert akkor meg félig meddig csinálja, majd az nem lesz jó. Na, nézzük ezt. Ez ide befér. Így. Ezt sose csináltam még, legalább most kiderül, hogy kell. Hát ez nagyon szuper, jó. Ezt még életemben nem csináltam, ezt a hengerelést.
De tök jó. És az izére alakítja vissza, mint gyarilag volt, mi? Ez így jó. Szép egyenes lett a széle, nem, nincs közel a kerítés. Így kell csinálni szántóföldet. Nagyon jó lett, nagyon tetszik. Koszosodik, tök jó. Kicsit még bennettem volna bejebb is, de így jó. Van egy nagy ötletem, gyerek. Komolyan mondom, van egy ötletem. Csinálunk magunknak egy ideiglenes telepet. Egy telepet fogok építeni magamnak. Ide, erre a palacra. Ami itt van. Ugye van ez a hely itt. Ez a nagy plac. Itt lesz az ideiglenes telepem. Ugye mindenképpen úgyis itt fogok dolgozni, 21B-n meg a 21-en. Úgyhogy itt fogom tarolni a dolgokat. Esetleg még majd veszünk ide lerakható objekteket is, és akkor itt lesz gyakorlatilag a telepem. Na, nézzük. Jó, meg is történt az esemény. Hajtsuk meg az időt nagyon gyorsan. Combine mehet. Adjál neki is annyi. Tökéletes. Ez most ugye egyelőre nem kell. Viszont ezt a traktort, ezt vissza kell ugratnom. Marha gyorsan. Amelyik? Hol van? Pont itt mellettem kell, hogy legyen. Várjál ma. Hol vannak a traktorok? Na, traktor. Elvileg ez. Ne, nem azt ugrottad vissza, te hülye állat. Hanem a vetőset. Ó, mindegy. Potkocsik ott vannak. Ja, nem azt ugrottam vissza, tudom, hülye voltam. Hanem a vetőgépeset. Azért sikerült megoldani, mi? Csak elbasztam. Gyorsan megyünk. Ez a vetős, ez a széles kerekű. Ezt majd visszakapja a vetőgép természetesen. De akkor oda vontatom ezeket a... pótkocsikat, ha már egyszer itt vagyunk. Másikat nem ugratom vissza, mert akkor két traktorra kell visszamenni természetesen. Az, hogy mindenhol ilyen kerítés van, ez egy kicsit irritáló. Nagyon, nagyon bírom egyébként. Most nagyon rá vagyok függve erre a játékra. Gondolom észrevettétek. Tök jó, amikor megjön az embereknek a kedve egy játékhoz. Amikor nagyon szeret vele játszani. Hogyha meg lesz majd a második föld, amit, és akkor durak vetésforgóba dolgozni, akkor valószínűleg veszünk nagyobb traktort. Akkor lehet, hogy veszünk lerakható objektumokat is. Menni kell, mert kombáj nagyon gyorsan meg fog telleni. És az nekünk nem lesz jó. Jaj, megjött Betike, már ordít. Na nem úgy, hanem hogy kutyának, hogy gyere, így el finom vizecskéit. Jók vagyunk. De munkás szerintem, nem tudom mennyire lett tele, de szerintem annyira még nem. Gyorsan azt csináljuk, hogy ez visszakapja a vetőgépet, ott meg cserélünk traktort. Nem, inkább behúzom a izéig. Jó, most itt levágjuk, ugye, ahogy szoktuk. Jó, haladunk. Hát feladtunk egy földet, viszont van egy nagy földünk, amivel ki fogjuk termelni az alatta lévőt, ugye. Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez, figyeljétek el. Marha jó lesz ez.
Ezt a 21-est még megvesszük, összegyszerünk annyit rá, tök jó lesz. Na, ez így jó is lesz, ide. Hol van a traktor? Hátra állok itt, mint a cserebogár, vagy a rák. Rák megy hátrafelé? Amúgy a rák az tényleg hátrafele megy. Úgyhogy ez valami kamu hülyeség. 50% kétség. Tehát akkor 100-ra fog jönni, amikor visszaér, és még legalább fele megvan. Ez azt jelenti, hogy 20 000. Minimum 20 000-et fog termelni, az előző az 15 000-et termelt. Úgyhogy ez nagyon jó megéri. És ez a két föld, tehát akkor egy 40 000-et minimum be fog termelni. 40 000 liternyi babot. Ami 40 000 liternyi bab, ugye 10 000 liter az 30 000, 40 000 120 000 pénzt fog termelni ez a két föld egy forgó alatt. Ami már ugye akkor nagyon meg fog indulni ugye a mani gyerekek. Gyorsan. Csináljuk a dolgokat. Annyi problémám van, hogy nem fogom tudni hova vinni ugye. Hát jó lenne egyből eladni a cuccot, mert nagyon messze kell vinni amúgy. Ja, hát ugye olyan 120 000-et minimum pénzt egy forgó alatt fog termelni, ha jól adjuk el. Visszafele jön, akkor már üríteni is kéne. Ne is állok mellé visszafele. Milyen jó, ez egy lopott föld, mi? Gyerekek. Ez van a tuti. Mi van fölöttünk? Balra. Aha, balra 13-as, 12-es, 11-es, ezek is marha közel vannak. Viszont a 21-est kéne megvenni, utána esetleg a 13-ast. 8-as, ugye... 10-es, jó lesz ez nekünk. Gyerekek is fogja magát, ugye? Nincs elég hely neki bálni. Szépen visszatolat megcsinálja magának. Tökéletes. Mondhatni. Oh. Mondhatni, tökéletes a dolog. Lesz egy csomó lóvé. Kell is, nagyon kell. 270 000 kell. De hát ez mindenképpen jobban megéri, mint az egyes. Jó, ezt figyelj, úgy kell csinálni, hogy ez akkor így menjen tovább, és visszafordul, akkor vagyunk négy csik alatt szedett, 12, gyerekek, több lesz ez, mint amire számítottam, figyeld meg. Jó, menjünk. Majd veszünk nagyobb pótot, mert úgy látom, hogy érdemes lesz most már. De mindenképp meg akarom a 21-est, hogy tudjak tényleg normális, hogy nagyon gyorsan vetésforgóba dolgozni. Ott kell átmenni a 21-es. Ilyen közel van egymáshoz a kettő. Jó van, srácok, elbúcsúzom, mert rettentő hosszú ez a gameplay már. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon-nagyon élvezem. Érzem, hogy be fog indulni a gazdaság nagyon gyorsan. És rengeteg pénzt fogunk ontani magunkba, és big budogat fogunk venni. Szavaztok!